Csubi Csoltész, a Csokolárész, szavaztok gyerekek, ülve a csatornán, Keeper jelentkezik egy következő 7 Days to Die résszel, és fel vagyok pörögve, mert olyan csodálatos dolgot találtunk ki, hogy elköltözünk, és írtatok, és arról írtatok, hogy amit én kinéztem magamnak helyett, ott van egy trader. Nem tudtam egyébként, nem messze tőle, van egy trader. Tudjátok, van az, volt az, az út, amit meg is jelöltünk, amellett ugye van az a nagy sziklafal, és ott van benne egy ilyen barlangnak, tökéletesen bázisnak kialakítható rész, és nagyon örülök neki, mert nagyon nem tetszett az a, az a bázis, amit először létrehoztam, mert igazából komprimuszumot kellett kötni, mert ugye ott volt a trader, és akkor nem tudtam ott sehova bástni magam, hanem csak lefele, és lefele nem jó. Bogyognak rád a zombik, nagyon nem jó, hogyha nyakadba esnek. Nem tudsz normálisan kialakítani védelmi rendszereket, én meg azt imádom. Mert ugye az a jó, hogyha irányította a zombik, irányította a jönnek, és védelmi rendszereket tudsz kialakítani, nem az, hogy básnak, mert nem látod, ugye hiába zárkozol be, nem látod, hogyha fölülről ásnak. Vágod. Meg igazából, ja, úgyhogy csalálni meg nem akarunk, csalafintáskodni, úgyhogy akkor ez így lesz, gyerekek. Ja, néha egyébként a fészköm, mintha egy kicsit lassú lenne, úgyhogy nem tudom, hogy ezt a szájmozgást le tudják követni. Jó, vágjuk bele a lecsóba, gyerekek. Először is, föl a motorra, azt megyünk, mint az őrültek. Figyeljetek, brem, brem, brem! Megmondom, hogy hova kell menni. De, hogy mindig elfelejtem ezt. Haza! Hol van a izé? Hol van a hátizsákom? Arra. És nem tökölünk, torony iránt hazamegyünk instant. Várjál, ne torony iránt, várjál! Ezen az úton, hogyha végigmegyek, akkor nem hazaérek? De, ezen elvileg... Azt tudom, hol vagyok. Ja, várjál. Hú, álljál meg, Sanyi. Másik irányba elvileg, ha végigmegyek, ugye akkor haza is érek ezen az egy úton. Jó, itt végiggangulunk. És akkor... hazamegyünk. Feltúolunk mindenféle építési anyagot, amire szükségem lehet, és azt összeszedjük, és elvisszük oda az új helyre. Oké, gyerekek? A lényeg az, hogy motorba bepakolunk minden szart, és hú, mekkora lagú volt, gyerekek, valami ide, zombi hegyek. Jaj, meg itt van az... Álljál meg! Milyen fegyver legyen nálam? Tározzuk be. Ha jönnek, fognak a madarak, ugye a kiégett földön, és akkor nem nagyon fogunk örülni neki. Mert ugye mindjárt átmegyünk ezen a szaron. Nagyon örülök egyébként, 9 óra 10 van, tök jó az időzítés. Hajtunk neki, nyomjuk neki mind az állat, itt meg ugye izé van. Itt a trader, tudom, hogy ez itt, van ez a trader, de nekem ez a trader nem fekszik. Fiam, nedves vagyok, baze, 33%-ig, de még be se értem az esőbe. És ugye az a jó, kiégett földön lesz a trader. És ott fogunk küldetéseket felvenni. És az nekem szerintem baró jó lesz, mert olyan nehéz és küldetéseket kapok, mint állat. És írtátok már jó párszor, hogy aki itt ezeken a részeken van a legjobb loot. Itt van a legjobb loot. A legérdekesebb helyek a legjobb loot, de viszont a legveszélyesebb hely is ez. Szóval érdemes ide, itt letelepedni, meg itt csinálni a küldetéseket. Én egy kicsit tartottam eddig tőle, de úgy gondolom, hogy miért ne. Úgyhogy ide bele fogunk válni a lecsóba. És hazamegyünk, fölpakolunk nagyon sok cuccal, leginkább építőanyagokkal, és nekiállunk most egy pár részig. Nagyon sokat beleöltem a küldetésekbe, lehet, hogy már egy kicsit talán unalmas is volt. Nagyon ameddig nem írjátok, hogy új, csináljam a jezét, a küldetéseket, addig építkezni fogunk. Jó fele megyek, ugye? Arra van, itt végigmegyek ezen az úton, ez nekem tök jó lesz. Ja, a küldetés föl van véve, le van szarva, gyerekek, majd bizony visszadobjuk, vagy akármi. De most nem az kell. Arra figyeljünk, ilyen nagy zombivedők, meg ilyenek, azok ne támadjanak nagyon rám. Ugye van kiégett föld, meg azt mondjátok, hogy ilyen robbanás utáni talán le van bombázva, vagy nem is tudom milyen. Vagy... mindjárt ki is érek szerintem itt. És a nem a kiégett földön vannak a legjobb lootok, meg a legjobb cuccok, hanem a robbantotton. De igazából az is a legveszélyesebb, ugye. Hát engem annyira nem zavar, hanem inkább érdekel az, hogy... Figyeljetek, én úgy érzem, elég tökös vagyok, hogy a legnehezebb zónában játszok. Elengedjük ezt a sivatagosat. Itt látok egyébként, hogy a sivatagos szinte majdnem a legnehezebb. Ó, itt meg közben támadás. Hallod, ez
Ezt futott utána, bármi is volt. De futó hang volt. Remélem erre kell jönni, várjál, már ránézek. Igen, és balra kell majd elfordulni. Jó, jön a madár. Jó, és itt már kezdem ide nyúzni őket. Mert kelleni fog. Jó, madár megtámad, akkor kelleni fog majd belőle az izélet hol. Úgyhogy azt csináljuk. Jó, gyerekek. Új kihívás, új tervek, új érdekes dolgok, amiket meg fogunk valósítani. És én ezt most nagyon komálom. Ugye abban a baromi nagy hegységbe fogunk befúrni. És egy olyan bázis fogunk... Nem tetszett ez a bázis. Egyébként az elejétől nekem nem tetszett. És azért egy kicsit olyan nyögvenyelősen. Nem nagyon akartam nekiállni építkezni, mert olyan voltam vele, hogy ne. És egyébként nagyon jó dolgok vannak arra. Megnéztem a térképet ugye Google-ben. Nem azért, hogy most nagyon csaljak, csak megnéztem, hogy milyen messze van a trader, és tényleg ott van nem messze attól. Mit tudom én, 300 méterre, vagy körülbelül 400-ra. És nagyon jó dolgok vannak ott. Ott van egy börtön például. És a börtönben azt hiszem, hogy ezelőtt is valamit csináltunk. Vagy az be van, Walking Dead be volt. Egyébként olyan, mint aki lenne rúzsazó a szám. Valahogy elcseszi az a piros póla itt az izéket a dolgokat. Jó. Az a lényeg, hogy föl kellene pakolnunk. Ez lehet, hogy egy extra hosszú rész lesz. Nem tudom még, de ti jobban tudjátok. De nem biztos, lehet, hogy kettő fél rész. De ma nagyon rá fogunk függni erre a építkezésre. Mert nagyon-nagyon várom. Fölpakolunk, az a lényeg, leginkább építőanyagok, kaját, hozzunk vizet, kaját, építőanyagot. Ez oké? Okay? Mást egyelőre ne. Kaja, épít. Mert akkor elkezdem csinálni, és ugye tudom csinálni normálisan, mert van elég fám, ugye frame-ben fogjuk először csinálni, fel tudjuk upgrade-elni, és akkor szépen tudunk ugye cobblestone csinálni, rengeteg kövem van, clay talán gyűlik, bár nem sok clay-em, a clay-jel nagyon hadilában állok, rühellem a clay gyűjteni. Egyébként lehet, hogy clay-t neki kellett volna állnom gyűjteni. Most valami küldetésünk van? Ja, valami küldetés van felvéve. Clay-t lehet, hogy neki kellett volna állnom abba a fás bionon gyűjteni, mert ott például csak azt ad. Tehát nem ad homokot. Ugye itt például kevés clay-t kapok, mert fele homok. Nagy része homok. Mindegy, nem számít, gyerekek. És itt hagyjuk ezt az egész hóbelebancot. Jó. Izébe megyünk ugye a kiárathoz. Nekem ugri-bugrilni. Jó, hát építettem. Fogyott alapanyagunk, de nem annyira veszélyes szerintem. Annyira nem leszek szomorú emiatt. Oké. Okay. Itt a motorra megállom. Nincs. Még te hamar ütte modár. Egyből már be is pakolhatnám, hogy ez például baromira nem kell, jó, a clay az jöhet. Van 140 tollam, ezért érdemes volt egyébként a modárra vinkódni. Meg is csinálom a tollból a nyílveszőket. A gyermekeim az úrba. Amire kell, a stone. Nagyon sok kő kellene. Ez kellene. Ennyi clay-em van? Van 1100 clay-em. Ami nem kell. Jó, azok... Nem akarok összekeverni mindent természetesen. Kellene csinálnom a wood... Hogy állunk wood-ból? Ott ez... van bőven. Jó, ezért kellene csinálnom. Arrow. Milyen arrow? Crossbow, ugye? Iron. Bocs, ilyen 140-et tudok csinálni. Jó. Az jó dolog, visszarakom a fegyverhez, ami nem kell, ezt a 128 megy vissza. Ez a 6 funky iron. Oké. Okay. Hadd gondolkozzak, hogy mi az, ami nem kell. Most nagyon ki kell használni, ezt a 21 fát, ezt hadd ne vigyem magammal, aztán akkor nem foglal még egy plusz helyet. Na mi az? Azt a romlott hús nem visszük. Az nem kell. A csontot se visszük.
ugye? Építőanyag, stone. Szerintem ezeket nem érdemes elvinnem, gyerekek. Szerintem ezeket nem érdemes elvinnem. Mi az, amit kellene vinnünk még? A kaját, azt mondtam, hogy kell kaja. Oké. Okay. Vizet azért még viszek, kávét elviszem, jó lesz az ásáshoz. Hú, kötszer az ugye, matjuk ide. Vigyünk még kötszer. Tudom, hogy kötszer tudok gyártani egyébként, mondtátok az aloét. Hogy olyan, hogy tudnék, az jó lesz majd. Na, egyelőre most ez így marad. Fa kell, igazából a fa kell. Fa blokk. Nem is nagyon kell más. Mit vigyünk még, gyerekek? Mit vigyünk? Vigyünk ilyet hátha. Painkillert is, ezt is elviszem, a sint is elviszem. És más. Itt van kettő. Itt a toll, gyerekek. Azért, azt miért nem vettük észre? De hülye vagyok. Hol van az izé? Hol raktam? Ha tudok még csinálni. Ilyen, 128, ez legyen ebből bőven, ezt szereti használni a Keeper. Stonecross, ezt meg lehet, hogy leszkreppelem, mert francnak se kell, nem? Jó, csináljuk. Nem tudom, mit vigyek. Akkor már vigyünk még valamit, nem? Small stone-t elviszem. Ami nekem igazából nem nagyon kell semmi. Vigyünk még piát, hát ha kell. Kajából nem viszek mást. Fémből vigyünk valamit? Ezt elviszem, meg viszünk csövet, hát ha kell. Vigyük el akkor ezt is. Rész biztos, hogy nem kell. A fegyverek közül szerintem minden semmi nem kell. Craft elemek közül ezt elviszem, hát ha. Más nagyon egyelőre nem kell egyébként, szerintem. Beladásra cuccok, rohadnak meg. Wood, ekkor el tudom vinni ezt a 21-et. Meg valahol ott majd elültetjük akkor a magokat is, jó? A stone-ba meg nem. Ezt a 29-et elvigyem, vigyük, ha egyszer. Jó, kaja el van még rakva mind. Ebbe van valamink? Ebbe be van olvasztva, egyébként az kicsit zavaró számomra, hogy ebbe be van olvasztva egy csomó. Ebből valamit kell csinálni, hogy ugye ne hagyjuk itt. És én azt mondom, hogy ezt fogom csinálni belőle. Hadd nyomja. És ezt le is fog menni. 8 perc alatt az összes. Jó, mindegy, benne van 26 fa. Jó, ez le fog akkor olvadni. A clay az a baj, benn maradt, és ezt nem tudom kivenni, ugye? Nem tudok, hogy clay soil. Tudok olvasztani clay soil-t? A maradék clay-t, 662-t. De jó, akkor vissza tudom nyerni. Jaj, de jó, ez nagyon jó. Ezt nem tudtam, hogy vissza lehet nyerni. Sőt, még small stone-t is lehet abból. Ó, de jó. Oké, akkor jó vagyunk. Akkor baró jó vagyunk, gyerekek. Meddig kell? Ez 9 perc, ez 7 perc, 21. Jó, amire visszaérünk, arra mégis van ez. Akkor most mehetünk építkezni, gyerekek, oda. Hány óra van? 11 óra 5. Nem érdemes, más nem viszek el, mert igazából nincs is olyan nagyon sok cuccom, csak ilyen useless dolgok egyelőre még. Na, gyerekek. Hát nézzük meg, hogy tudok legjobban eljutni. Szeretem ezeket az utakat használni. Ezen az úton végig, és utána egyenesen. Kész. Semmi extra. Tök jó. Jó van, gyerekek. Ezen az úton végig. Hoppá! Üzemanyag kellett volna. Üzemanyag. Ez lehet, hogy ezt nem ártott volna gyorsan. Bocs, igazatok van. Üzemanyag, mert vissza is kéne érnem, meg majd szerzünk. Egyébként ott a kiégett földön nagyon epikus jó helyek vannak. Hát egy kicsit bekeményítjük a játékot. Kicsit úgy is leültünk szerintem. Az craft itemek, ugye? Itemek a... van. Jó van, gyerekek, minden oké. Ja. És az éjszakát már igazából tudjuk ott tölteni, tudunk onnan is menni, ugye küldetést csinálni, bármi. Hát innen majd azért el fogom hordani természetesen a dolgokat. Na, adjunk neki, gyerekek. Majd... Ilyenkor is craftolja, ugye? Az tök jó. Ja. Jó. Lesz clay-ünk is. És akkor úgy csináljuk, hogy megcsinálunk fa frame-ből mindent. Minden fa frame-ből.
és az lesz, hogy viszont el kéne ültetnem ezt a sok fát, mert rengeteg fára lesz szükségem. A faframe-ből megoldunk mindent, és utána fogjuk felhúzni, és rengeteg XP-t fogunk szerezni, 35 szinten vagyunk, szerintem ezzel nagyon sokat fogunk keresni. Úgyhogy nagyon, ez most nagyon örülök neki. Hát 10 óráig simán meg be fogjuk fúrni magunkat, annyira amennyire kell. Szépen egyre inkább beljebb megyünk, egyre mélyebbre, egyre. Ugye emlékeztek a régi bázisunkra, az nagyon jó volt, amikor több védelmi vonal volt. Volt pánikszoba, ugye, ami iszonyatosan meg volt erősítve, azt meg tudjuk esetleg acélra, ott a csávó. És ez rám fog rontani egyébként, oké. Majd akkor, majd leugrok akkor. Nem biztos, hogy nem biztos, hogy ráugrom. Jó, van, oké. Nem verem szét, sietünk inkább. Gyerekek, ezek úgy utálom ezeket. Ha itt kell elmenni, arra az útra egyenesen. Így, így át kell vágni. Itt a parkolón átmegyünk. Egyébként annyira nincs messze, hogy... Főleg, ha egy gyorsabb járművünk lenne, helikopterük. Nem hiszed ebbe azzal, bár megint izé. Ezt megint ezelőtt megcsinálta, ugye? Mert egyébként egy ilyen, egy VPN programot megvettem annó, körülbelül fél éve, és azóta szólogat, hogy jaj, lejárt ez a VPN program, és akkor vagyis nem program, mert ugye ez nem program, hanem egy ilyen szervvel, és akkor jó lenne, hogyha vagy szobít talán már sőrület. Még az Aion miatt egyébként csináltam meg. Shotgun messiás. 30. napon visszajövök ide. Nem állítottam már 15 napra a lootnak az újra termelődését, mondom, nem akarom annyira azt, hogy egyébként valahova majd ide mindenképpen ugye csinálunk egy erdőt. Azt kell. Jaj, nem felejtettük egyébként azt se el, ugye, hogy a föld alatt lesz az a nagy csarnok, és abban ugye építkezünk. Egy ilyen rendes házat. De mégiscsak itt lesz ez alatt, a hegység alatt. Ez lesz a... Minek nevezik az... Megőrülök, hogy ez... Komolyan mondom. Nekem majd adom, az... Ezt elhazzuk már be ezt a sörét, és már megőrülök ember. Oké. A kutyám majom is támadásba lendült. Mennyi a kajaszín? Én akkor miért nincs a skillba? Röptébe lelőttem. Hát jó, azért eltart egy óráig, mire ide makizom magamat. Az út bal oldalán maradj... Az út bal oldalán maradjunk, talán jó lesz. Ez a motor, ez dobnak fölfele és ugyanannyira megy, mint... Egy kilométer óra lehetne, vagy onnan, na? Jó. Full frame-ből megcsinálunk mindent, és akkor úgy egyébként ez tetszik ám nekem, ez nagyon jó. Ez nagyon tetszik. Egy kicsit orientál, meg... Mi a franc volt ez, bazd? Milyen hangja volt ez, te Jézus Mária. Na itt néztük ki, ugye, kicsit elmegyek arra. Várjatok, álljunk meg egy pillanatra. Nem támad senki. Jó. Egyébként valahol itt van a trader. Valahol itt. Ha jól emlékszem. Kicsit megnézzük arra még ezt a hegyet, hogy... Akkor beáshatom magam odébb is egy icipicivel. Hogy a traderhez közelebb kerüljek, hogyha esetleg ez a fal is ilyen jó meredek. Akkor még jöhetnék erre. Valahol itt a trader, arra benne. Úgyhogy pár száz méterre leszünk tőle, nem lesz gáz. Akkor mégiscsak az a trader. Nem. Az nem a trader. Ez se rossz, itt. Mindjárt fölautó, vagy fölmotorozok valami hegytetőre. Ennek a bal oldalán kell maradni, mert még a hangok is rosszak. Felmotorozok erre a hegytetőre, meg elnézünk körbe, jó? Ugye ne kapkodjuk el annyira a dolgokat. Az a baj, hogy ja, ide megyek fel, mert hogyha jobbra megyek fel a hegytetőre, akkor az lesz, hogy lecsökken a látótávolság tökre.
Yeah, körülnézek gyerekek. És ott a város. Kell a motorom, jó? Sunglass mit ad? Jó, de nekem jobb dolgom van. A gyerekek, a trader, elmondom nektek. Hol láttam? Lehet, hogy ott. Valahol itt van az a lényeg, úgyhogy nincs olyan az atom messze. Ez a hegy. Ez milyen? Hú, de jó egyébként. Nagyon tetszik ez a környék. Ez a környék, ez nagyon bejön nekem. Hogy itt ez a robbantott föld van, és ott is egy valami nagy gyár, meg ott van egy nagyváros, ugye itt annyi jó lootot lehet majd szerezni, ez nagyon jó. Ott van a börtön, aha, ott a börtön szerintem, ott a négy tornya, ott is ám van loot. Gyerekek, nagyon király lesz. Majd elmegyek még erre, körülnézek. Igen, gyerekek, pillanat. Körülnézünk most, ne kapkodjuk el ezt a letelepedést annyira. Hát, ha itt is van egy nagyon jó hely. Hopp, az nem a trader. Az a trader. Lehet, hogy az lesz az, oda néz. Hú, gyerekek. Itt aztán van minden, oda néz. Lehet, hogy az a trader. Is egy épület, ott a börtön, és lehet, hogy ez az. Lemenjünk itt, megnézzük az olyat? Így gyalogosan, gyalogszerre, vagy az olyat léde. Jaj, nehogy kitörd a lábad. Minden esetre nincs messze az a lényeg, gyerekek. Mert az a baj, látod, hogyha így eljövök erre, akkor ma... Valami hörgött. Itt vannak ezek a... Ilyen szétrobbant fejű zombik. Nem kell fiú. Új, hát ezek hánynak, apám? Egy radioaktív dick. 825 XP-t ad. Jó, mindegy, nem megyek le oda. Mert időveszteség, és 12 óra 43 van. Az a lényeg, közel van. Ide nem akarok belásni, mert itt ugye megint az lenne, hogy nem... Nem sok föld van fölöttem. Ott ugrott egyet be az. Jó, nem támad. Hol a motorom? Menjünk a francba. Éhesek vagyunk, szomjasek vagyunk. Még jó, hogy hoztam. Keeper most már gondolkodik egy icipicit. Pia kaja. Úgy, se kaja szín, se pia szín, nem szar. Amint gondolkodok, hogy hova fúrjam be magam. Jaj, nem, ha megint hallod. Álljál meg, motor! Ez se rossz. De... Ugye, az meg közelebb van a városhoz. Úgyhogy itt még mindjárt megnézem a lehetőségeket. Itt szóval vannak zombik egyébként. Valahova ide kellene, nem? Ide valahova. Valahova ide. Jó, megint a kanya, hallom. Haver fiú! Szálljatok le rólam, tesóim, mert itt építkezni akarok. Ide akarok letelepedni, gyerekek, legjobb környék. 200 zombival. Na, nem tökölünk. Épp kinéztem egyébként ezzel a bódéval szembeni részt. Akkor miért ne?
Olyan kis csinés, csinos, nem gyerekek? Csávó meg jönni akar, úgyhogy itt mindjárt nekiállunk építkezni. Mondjuk föl még fölnézhettem volna, de mondjuk... Szerintem itt ez elég nagy az a hegy. Ezt is kell nézni ugye, hogy... Valahol pont ott, ahol néztem. Vagy valahol itt. Valahol itt. Hú, ez nagyon jól is néz ki, gyerekek. Na gyerekek, akkor... Mindjárt kiderül. Adjunk neki az érzésnek. A motort azt hova dobtam? Leledobtam valahol a motort. Odvan, jó helyen van. Jó. És akkor ezzel a bórival szembe lesz a bejáratunk. Na nézzük. Valószínűleg még csak ásnom kell, ugye? Gyerekek, csapjuk neki, együnk még egy izét, kaját, ígyunk még egy vizet. Be kell ásni magunkat éjszakára mindenképp, hogy ott bent tudjak dolgozni. Úgy. Meg az sem mindegy, ugye, hogy milyen irányba lehet terjedni. Ó, ez nagyon jó, ez így lesz a jó. Oké. És a magasságot... Nézem, hogy még egy szinten lejjebb. Aha. Így. Így valahogy. Na, akkor egy rahadli frame-et kell csinálni egyébként. Fából. Kell csinálni szerintem... 500 darabot biztos. Persze, hogy nem oda rakja, ahova akarod. Jó, mindegy, kezdjünk 14, 5-tel, és akkor valami lesz. Oké. Okay. Akkor gyerekek. A bejárat, ugye? A bejárat. Hát a bejárat az csak úgy lenne jó, hogy még jobban kiásni. Bocs, hogy gondolkodok, csak nem akarom nagyon... Fölöslegesen olyan helyeken szétcseszni a dolgokat, ahol nem akarok ásni. Egyébként jön a íze így is. Jön a Gobblestone, úgyhogy frankó lesz. Egyébként lehet egyenesíteni, hogy talajt, ugye, hogy lerakod a frame-et és újra vissza, vagy valami ilyesmi volt régen. Aztán akkor nem lesz ilyen csúfos a... Úgy lehet sikosítani. Sikosítani, gyerekek, a talajt! Lehet sikosítani. Oké. Okay. Hány blokk szélesnek kell lennie? 3 blokk plusz 1. Tehát belső átmérője 3 blokk legyen, ne egy legyen. Én megőrülök attól, hogy egy blokk szélesen megyek végig. A kettő az meg nem, no szimetria, úgyhogy 3 blokk szélesség lesz. Akkor várjatok. A bejáratunk, az már lehetne, innen kezdődne, így. Vagy a falunk az innen kezdődne, 1, 2, 3. Ezt csapjuk már szét innen. Menj az anyádba. Oké. De viszont alá is kéne majd pakolni, szóval... Jó, egyelőre. Itt csorosz játék valami nőci. Gyerekek, ez mindjárt jobb környék, mi tele van zombival, hát ne vicceljetek. Imádom. Ezt jönnek ilyen nénikék. Elbe lehet lövöldözni őket, ha akarod. Őha. Gyerek. Ne viccelődjé. Jó, ez már most tetszik ez a hely. Tele van zombival. De úgy komolyan. Jó lesz ez, gyerekek? Már most érzem egyébként. Most érzem, hogy jó lesz. Ezt így felvesszük. Ugye 3 szélesség legyen a bejárat. Én abban gondolkozok. Úgyhogy ez 1, 2, 3. Nagy. Így lesz valahogy a bejáratunk. Így lesz a bejárat! Nem akarok többet kiásni, úgyhogy tökölés van, gyerekek, bocs. Úgy. Mekkora bejárat kell. Megcsináljuk a bejáratot, utána meg ugye tudunk dolgozni odabent, majd egy csomót.
Végre egy komplex jó kis üzét tudok kialakítani. Bunkert. Egy igazi bunkert, nem egy ilyen töketlen szart, amit csináltok. Ja, 1, 2, 3. És akkor még egy kell. Hát ilyen szélességbe kell dolgoznom, gyerekek. Nem akkor, nem utálom, amikor ilyen szűk a hely. Úgyhogy a folyosó az ilyen széles lesz, akármit is mondtok. Ilyen széles. Ugye középen ajtó, két oldalt ablak, végig a folyosó, hát rengeteg alapanyag kell. De viszont most már tök jó, hogy gyorsan tudom ugye előállítani. Hát a cobblestone-ig az addig például nagyon gyorsan. Úgy, oda jön az ablak, oda, ugye kettő csukható ablak, az nagyon tetszett a csukható ablak rendszer, ami volt ezelőtt. Hát itt ez ilyen csúfos, de ugye itt is be kell ásnunk, szóval ez így még jönni fog. Hát ez most ilyen gyerekek, úgyhogy építkezünk el erre. Bocs, akinek nem tetszik, tényleg, mert azt muszáj meglépnem. Meg magát nem építi meg a bunker, mondhatjuk úgy, nem? Magát nem fogja a bunker megépíteni. Elvileg, hogyha ezt így végigrakom, akkor kisimítja azt a részt, ugye? Ezt mondtátok ezelőtt, hogy ezt használjam, csak mindig elfelejtem. Nézzetek, milyen szép siva lett, ugye? Na hát, nagyon jó. Úgy. De még kiásás. Majd bátrabban ások, ha olyan helyen leszek, ahol... igen, oda berakjuk, és oda lép ilyen jó rész ki. Well, majdnem. Ezt is itt rendezzük. Igen, lesimítom a területet. Blokkocskákkal. Hogy né? Na? Frankó? Itt lesz a bejárat. Azért ez már sokkal jobb, mint volt, nem? Már most jobban tetszik, mint az előző bunkerünk. Ez baró jó lesz. Mint ti pródok. Területet simítek, bocsász. Ezt így lehet. Kitaláltuk. És most feszedjük, és tök jó, sima. Ó, de Frankó, de síp lett. A keepernek lett egy jó bukére. Ez tűnjel. Ez tűnjel, oda nézzél, hallod, ez ilyen lesz. Egyébként, ja, ide még lehetne ilyen fés réget, de teljesen fölösleges, mert itt meg úgyis befele még megyünk. Ásunk. Na! Itt lesz a bejárat. Jaj, de nagyon szép lesz! Egyébként tényleg tetszik, ez ilyen tök ilyen kis nagyon bunkeres. És ide lehetne majd ilyen izét, ilyen csapdákat, meg mindent. Fufú! Na adjál neki, Sanyi! Nyomjad neki! Ásni fogunk gyerekek ellenre, úgyhogy készüljetek. A legrosszabbra. Sajnos az ilyen lesz. De egyébként addig örüljetek, amíg ásunk és nem csalkányozunk, mert csalkányozni is kell majd. Jööö, bazze, most aztán vége is a bulinak. Még jó, hogy jó szerszámaink vannak, és jó, hogy... És még mindig a tiróra fogunk rakni. Írtátok is, hogy rakjad a tiróra ezerre a dolgokat, mert kölleni fog. Úgyhogy... Szerintem követ... Tudunk is rakni talán, nem? Lehet, hogy nem, de majd meglássuk. 14.45 van, kajánk van, piánk van. Az a lényeg, ássunk befele. Ideiglenes ládákat fogunk lerakni, ahogy van. Ami pokoljuk a cuccainkat, az minden szép lesz, és jó. Annyi ássuk be magunkat, hogy tudjunk benne is dolgozni. És nem fogok tökölész, nem fogom azt csinálni, hogy jaj, ilyen izé falat hagyok, ilyen gagyi falat, aztán akkor majd később, majd kialakítom. Gyerekek, legalább frameből kialakítjuk az egészet. Jó. És akkor maximum felupgrade-eljük. Inkább úgy fogom működni.
menni. Jöhet. Csinálom blokkból, nem fogok én itt tökölni, hogy ilyen alakú, olyan alakú, egyelőre blokkkal dolgozunk, mert az nekünk frankó lesz, ugye? És oldalról is meg kell védeni, mert ugye ez a homok ez nem véd semmit. Tényleg, bocs, aki nem szereti az építkezést, lehet, hogy nem fog tetszeni, de Keeper meg úgy van vele, hogy muszáj. Ugye? És akkor... így. Mondtad, és akkor így haladhatunk befele. És nem, nem tökölünk, nem... igaz, nem ezzel akartam. Na de egyébként nem muszáj lenne frame-et raknom legalóra a sarokba, de mindegy. Oda. Mert azt ugye fel se fogom upgrade-elni. Meg ugye ott nem csinál olyan, hogy átjönnek. Most annyi fán nem múlik. Megnézem fölülről, mi történt. Ó, jaj, de jól néz ki. Ó, jaj. Na, egész jó lesz. Na, kopogassunk, gyerekek. Ja, oda nem kellene a sarokba beraknom. Ugye három sorba megyünk befele, és a legsorokba nem kell beraknom. Mármint oda. Ott azt nem is kell kiütnem, az hülyeség is. Ide három. Nézőjében sorba, ott is két sorba, ott is két sorba, plafonba három sorba. És ugye akkor elég sok frame-et megtakarítunk, és teljesen fölösleges is lenne az. Jó, így nyomjuk neki. Még jó, hogy van egy kis kajám, hát lehet, hogy kaját majd el kell menni valamikor szerezni, csak most mai nap alakítsunk ki annyit, hogy ne kelljen hazamenni éjszakára. Legyen egy tágas alagút, ezt is úgy utáltam, hogy egy ilyen lukakon mászkálom, gyerekek. Mondom, mi vagyok, mi patkányok, vagy mi? Nem gyűjt be a dolog nagyon eddig. De szerintem ez most már tetszeli fog ezzel. Na mit ütünk? Mit ütünk? Egy, kettő. Három. A külsőket lehet, hogy majd fel is upgrade-elem ezzel. A falakat hagyom egyelőre, és azt majd később, csak menjünk mélyebbre. Hú, de nagyon, nekem ez nagyon tetszik már most egyébként. Ide lehet, hogy csinálok majd még egy malvédet. Itt nem tudom, miért nem csinálta meg jól, de valószínűleg azért, mert ott az nem lett ott kicsákányolva, ugye? Jól gondolom? Hogy itt el lett sumálkolva a sorok? Igen, az a sorok el lett sumálkolva. Aha. Ezért nem, és itt ez csak föld. Ide nem lett beragva el. Így. És most figyeljétek el, most ugyanolyan lesz a másik oldalra is. Aha, igen. Most jól néz ki. Látod? És jól néz ki. Tök jó. Nekem az úgy nagyon bejön. Úgy nagyon-nagyon bejön, gyerekek. Nem hoztam fákját magam, nem, mert ezért kidobtam, ugye? Látjátok, mégis gondolkodni kellett volna többet, hogy fákját hozzuk. Na, akkor az a lényeg, hogy három sorba csapjuk ki itt ezt a dolgot. Meg kéne csinálni fa ajtókat. Azokat is fölvigyeszteni, vagyis ablakokat. Így három sorba megyünk végig, ez teljesen jó lesz. Az a lényeg, hogy a padló... nem lesz nagyon alacsony ez? Nem, ez jó, nem? Nem alacsony, nem gáz. Hát mondjuk elég széles, úgyhogy nem annyira alacsony. Lehetett volna magasabb még egy blokkal. De ott már tényleg nagyon sokat kell kiütni. Jó, hogy most már tudunk jó gyorsan ezért csákányolni, ez tök jó. Kövünk az biztos lesz elég, gyerekek. Abú nem lesz hiány. Két oldalfalat később cserélem. Mármint úgy később, hogy egyből fogok cserélni, csak először ássuk be magunkat ebbe. Oké, tudom, ez a szikla nem sokat véd egyébként fölöttem, de azért, amikor rajtam lesz egy 30 méternyi szikla, azért az nem olyan kevés.
Meg hát fölülre rakhatok több rétegnyi betont fölém. De úgyis úgy tervezem, hogy innen rohamoznak majd a zombik. Elnézést! Hogy onnan rohamozzanak. Gyerekek, tiszta bányász izé vagyok. Bányász gyerek. Jó, ezzel kiúzom ma, de lehet, hogy holnap el kell mennem vadászni is. Jó, figyeljetek, szerintem holnapig, holnap reggelig kialakítunk egy akkora részt, hogy le tudom rakni mondjuk egy ideiglenes ládát, egy ideiglenes... mi az? Tábortüzet. Csak itt meg ne lepjenek most a zombik. Jó, de jó, gyerekek. Kellene csinálni egy ajtót, várjál már. Door, door, door. Igen. Van ilyen izé ajtót tudok csinálni? Tök jó, ezt nem is tudtam. Jó, egyet lekraftolok, és akkor ablak kellene, az meg valami ha. Igen, ez. Ebből kettőt. Ezt fel is dobom. Kalapács talán annyira most nem kell. Ott egy kígyó baszott. Megjött a kaja. Hoppá, le is lőttem, beszarok. Ott van egy hathús. Jó, ez na! Ezt kellene valahogy berakni, de hogy kéne ezt elforgatni? Így. Ezt jobban lekeveredtem, na. Ninja. Ugye, hát ez nem jó így, ez nagyon csúf. De mondjuk a felupgrade-em akkor már szép, várja? Az a lényeg, hogy idője legyen alul, a fogantyúja. Most úgy, pont úgy van, ugye? Ó, francba, hogy bal... pont fordítva van, bocs. Jaj! Most van a fogantyúj lefele, ugye? Ja, így akartam. Felupgrade-elem, akkor nem lesz ilyen csúnya egyként, úgyhogy azt ne féljetek tőle. Ez is mehet ugyanúgy. Oké. Okay. És akkor az ajtót is lerakom. Ma, bocs, hogy tökölök, de tényleg tök szeretném, hogyha jó legyen minden. Az ajtó meg az jó, így, ugye? Így jó nekem az ajtó? Hoppa. Így jó, hogyha kifele van. Így jó. Így, ugye? Így jó. Befele nyíljon, jó. Hát nem tudom. Nem tudok rálátni rendesen, gyerekek. Mert ugye itt ki kellene alakítani egy ilyen beugrót, ami, ahol be tudok állni, érted? Így tudok rálátni. Ugye? De itt sem, mert itt van ez. Ide egy izét kell, egy ilyen 45 fokosat raknom mindenképp, és ide kell kialakítanom egy beugrót, és 45 fokosat kell raknom. Jó, egyelőre így marad, de itt át kell alakítani. Nagyon meg kell gondolni, hogy pontosan rálássak, érted így a zombikra, mert így nem látok rá, hogyha ütti az ajtót. Csak akkor, hogyha idáig beállok, csak itt akkor 45 fokban legyen ez. Úgyhogy ez itt most egy kicsit majd átalakítani kell. De egyelőre jó ez így. Ja, rengeteget ki kell gondolni, hogy tényleg úgy legyen minden, hogy hibátlanul működjön. Mert hiába csinálom meg, akkor például nem tudok kilőni.
Rodgers. Ja, ez szar. Ez így szar. Kellene neki ilyen beugrók, ahol be tudok állni, és onnan ki tudok lőni, vagy ütni esetleg. És az a fal rész, az viszont 45 fokba kell, hogy letörve legyen. Ja, hát ez ilyen. Úgyhogy igen. Szóval már most jobban tetszik ez az egész, komolyan, esküszöm. Jó, először akkor kiabások, és akkor csak a padlót csinálom meg. És ugye azt beszéltük, hogy védelmi zónákat kell kialakítanom. A védelmi zónákat azon gondolkodok, úgy kellene kialakítanom, hogy ugye van olyan, hogy rendőr zombi, amelyik fölrobbantja magát. Na. Legalább annyit tudjak hátrálni egy-egy védelmi zórán belül, hogy a robbanás el tudjam kerülni. Az fontos. Jó, nem baj, hogy kiütöttem ott egyébként. A robbanást el tudjam kerülni. Valakit maszkál. Szóval mi volt az hang, de volt valami hang. Igen. És nem tudok bejönni egyébként, mert itt van egy ilyen küszöb. Meg akar a csávó, úgyhogy azzal is kell valamit kezdenem. Most megpróbálok egy atomjóvédett helyet készíteni, ha már egyszer. Ja. Ugye, nem tudom meddig megy el a robbanás a rendőrzombinak. De szerintem minimum eddig. Úgyhogy a következő védelmi zónánk az egy kicsit hátrébb lesz. És ugyanígy kialakítunk egy ilyen védelmi zónát, beugró, ablak, be tudunk egyen később renni. Ez nekem így fontos. Fontos, hogy ez így legyen. Nem akarom megkockáztatni, hogy meghalok, mint az előző részekben, tudjátok, amikor... És az előző hordánál. Nem akarom azt megkockáztatni, nekem az nagyon nem volt jó élmény. Úgyhogy ezzel valamit fogunk kezdeni, ez nekem nem lesz jó. Egy több lépcsős védelmi rendszert fogunk kialakítani, és ugye, hogyha később kitanuljuk az elektronikát például, vagy csapdákat tudok csinálni, akkor lehet olyat, hogy ide mondjuk, mit tudom én, pengecsapdákat, vagy bármit, és azt ugye, hogyha elvesztek egy védelmi zónát, akkor azt tudom, aktiválom, és akkor ott kapják az ivet a zombik. Csak egyelőre. Meg egyébként ilyen lejtős csapdákat is lehetnek. Mit tudom, védelmi zóna elesik, ajtók fölnyílnak, leesnek. És akkor amíg kijutnak, oda meg rálátni. Ilyen rampák. Az is egy jó dolog. Hogy egy rampát készíteni. Szóval följönnek, de te le tudsz lőni. És oda mondjuk izébe esnek be egy rácsos helyre, de úgyhogy a következő védelmi zónából rájuk látsz. Játéktechnikai dolgokat nem akarok kihasználni, hogy mit tudom, olyan blokkot rakok le, amit nem tudnak ütni, tudjátok. Azokat felejtsük is el. Legyen, a zombiknak is legyen meg az esélye. És az elég hülye hangzik, de értitek, hogy mire gondolok szerintem, hogy ne az legyen, hogy egy ilyen guardboardba vészelem át a dolgokat. Meg ugye ezeket a védelmi zónákat full a célból meg tudom később csinálni, és akkor azért nagyon sokáig bírják. Hátul természetesen menekülő útvonal legyen. Esetleg valami olyan helyre, hogy alapkőig ugye lemedni, és sok ajtó menekülő útvonal. A lift az működik meg, ugye, hogyha több csapó ajtó, és akkor így liftként működik? Igen, volt egy olyan dolog, azt bírtam. Jó, az is ugye bug kihasználás volt, de ott legalább nem olyan előnyt szereztél, ami, nem tudom, annyira durva megkönnyítette az életedet. Ó, hát ez jó lesz. Ilyen bázis szeretek. Meg gyorsan csináljuk már, tudod? Ez a jó. Várjál, megnézzük, hogy hogyan állnak itt a skill pontok. Pillanat. Erő, az ötösön van, és a következő, ötös van, és erre kell
azok már 7-es szintű kell, hogy legyek. Úgyhogy 2 pontot erre kell rakni, és akkor 1 pontra lesz. 3 pontból meg lehetne oldani, hogy még egyet. A legerősebb izé legyek. Ilyen szexuál tiranoszaurusz, hogy mi a ráka neve. Ja, a fákjákat hozhattam volna egyébként, azt elfelejtettem. Na jó, van is sok lámpánk, úgyhogy no problém. Ja, ide, és ilyen helyekre ugye meg kell beugrókat csinálnom, hogy be tudjak állni. És utána onnan meg ki, egy ilyen beugrókat kell ide, minden védelmi zónát egy ilyen elég extrémon kell kialakítani. Elég érdekesen. Ja, minden védelmi zónát mind egyre erősebbre, vagyis nem egyre erősebbre, hanem minden egyet ugyanúgy ki kell alakítani. Hát szerintem egy ilyen kezdésnek, hát nem kezdésnek, mert úgy kell kialakítani. Mondjuk itt lesz a következő védelmi zóna. Itt, szerintem azt meg is csinálhatnám. Hogy legyen? Itt legyen? Jó, oké gyerek, itt lesz a következő védelmi zóna. És akkor így kialakítunk egyet, kettőt, hármat biztos. Egyébként még mondom, az lenne jó, hogyha így le tudnék lőni valamire. Vagy pedig, mi elvesztünk egy védelmi zónát, akkor úgy essenek le valánk, hogy innen lelátnánk. Mondjuk ez se rossz, egyelőre ez se rossz. Figyelj, ezt mindig kidolgozunk. Most egyelőre 3 védelmi zónát mindenképp kialakítunk. Így, oké? Okay? Ez lesz az első. És utána lehet egy olyat csinálni, hogy nagyon mélyre leásni, és akkor a zombik lepotyognak, és 4 óráig ott eltobzódnak, és utána akkor le lehessen menni kinyírni őket. Tudom én, valami nagy, tényleg nagyon mélyre. Egy ilyen, mit tudom, 5 betonblokk vastagságú ilyen kalitkába lepotyogjanak. És akkor utána később ugye kinyitod az ajtót, és tudsz velük futkozni, mert az a lényeg 4 óráig ugye ne érjenek el, ne érjenek hozzád. Out of stamina, mi történt gyerekek? Elfaradtunk. Ennyire építkezünk, mint az állat. Ígyunk egyet, aztán az a... Jó, veszünk. Jó, van még egy kis husom. Husi. Jaj, de jó lett volna, hogyha hozott fákját. Éj, hülye. Visszamenjünk még? Visszamotorozzunk, elhozzunk dolgokat? Kéne csinálnom akkor egy ládát. Valahol lehetne egy ládát aztán kipakolni. Jó, mi az? Izé, vihar van? Vihar van, de úgy utálom egyébként ezt a viharos dolgot. Csinálok szerintem egy ládát. Chestet. Aztán kipakoljuk az olyan dolgokat, amik annyira nem fontos, és lehet, hogy hazamegyek, jó? Szelhozom még a dolgokat. Ide lerakom, azt majd szétcsapom francba. Jó, mi az, ami nem kell? Kő. A lóvét hagyom magamnál hátra. A clay, meg ezeket az építőanyagokat is itt hagyom. Ezt se viszem, tollat se viszem. Ezt se viszem, még akkor igazából telerakhatom magam minden szarral, mert hozhatok dolgokat, nem? Hús is. Ez egyik. Jó, ez is itt van nálam. Ez se kell. A motorba lehet, hogy kell üzemanyag. Ez se kell. Ennyi víz nem kell. Na jó, kis pakoltunk legalább. Jaj, de jó. A fasz. Az maradjon. Ez se kell szerintem. Meg ez az összes hús se kell. Szerintem már mindjárt egy kicsit jobb állapotban vagyok. Ugye? Jó. Aztán hozhatnánk akkor dolgokat. Egyébként a bringával is tök jól be tudok állni, ugye? Hát nem olyan szűk. Jó, megyünk gyerekek, hazaugrunk. Elhozom a maradék cuccot, hozok fákjákat is, meg igazából ami elfér, motorba meg mindenbe azért hazaugrunk. De nézzük mennyi, milyen hosszú az út. 18 óra 20-kor indultunk. Kíváncsi vagyok, mennyi időt tudok megfordulni. Lassan kifogy az üzemanyag. Igen.
A motort is kell kéne rakni egyébként. És akkor elhozni mindent onnan. Csináltunk egy csomó klét is, ugye? Jó, nagyon örülök, tetszik ez. Ma most tetszik, most jobban tetszik, mint az a másik bál is. Egyébként nem tudom, azt lehet, hogy azt fogom, hogy lebontjuk. Lehet, hogy elbontsunk dolgokat, de igazából szétverem, a semmi értelme nincsen. Lehet, hogy nem úgy kellene lebontani, amíg nagyon könnyen mozdíthatóak azokat elhozni, azt ott hagyni. Egy elhagyatott bál is lesz. ...18:30, a 10 perccel jövünk. Főleg, ha megtalál majd egy-kettő ilyen keselyünk. Én még a fejlámpákkal így rá tudom kérdezni. Reflektor tompított, gyerekek. Shotgun messiás. Nagyon komoly. 8:37. Hát jó, egy... Oda érni szerintem egy fél óra. Ugye 50-re talán odaérünk, ha... Minden simán megy. Hát lehet, hogy 50-re nem. Itt elmegyünk. Hát a másik útra. Ja. Hát, hogyha ezt a úton gondolom, az autó az lehet, hogy gyorsabb, mint ez a szar. Ugye nagyon nem tudom levágni, arra kellene mennünk, így, torony iránt. Csak, ugye itt van az a szakadék. Ugyan jó, hogy nem a szakadék aljába telepettem, nem tetszett az a hely. Nagyon nem. 18:45. Akkor ez az időjárás, ez globális, mert itt is, ez a sivatagban is ugyanúgy esik az eső. De gondolom a másik biomon ott nem eső esik, hanem hó talán. 48, 40, hát egy 40 perces út, ahogy így látom. Na ugye el lehet vágni, 40 perc. 40 perc az út, két bázis között. Ja, 20-kor indultunk, egészre ide érünk. Akkor 40 perc vissza, akkor legkésőbb ugye el kéne indulni. Hát, hogy ilyen 9 óránál tovább nem szabad itt időzni, sőt, azt mondom, hogy 8 órakor induljon el, hogy ott is azért legyen mit csinálni. Váltok, álljál meg. Álljál meg, gyerek. Oda még megy a cucc. Hoppá, ez is frame. Ott. Ezt nem akartam leverni, baszod. És ilyenkor ilyen frame-nek alakul. Jó, hát akkor leveszem. Oké. Okay. Mehetünk. Mehetünk. De miért ide jöttem ez a rohadt motorra? Annyira megszoktam, te Jézus Isten, gondoltátok most hülye vagy képet. Na. Vigyünk cuccot, amit tudunk. Meg kéne tankolni a Verdát. Mondjuk szerintem még haláig kibírja. Hát ez jó van, itt vagyok. Vagy minden nem gondcsunk el teljesen. Hát ezen az a laguton mászkálni, hát úgy rüheltem egyébként, elmondom nektek. Nem tudom, olyan klaustrofób érzésem van. Tudom, ezt is kitágítottak volna. De az a folyosóban szélesebb, mint ez. És azon gondolkodok, hogy miért nem láttam ki ott. Nem jó raktam az ajtót. Kilátnék innen is, ha nem, ha jó rakom az ajtót. Látod? Belülre kell rakni az ajtót. Belülre kell rakni az ajtót. Ez a lejönünk, gyerekek. Na várjál, mi az, amit vigyünk? Valószínűleg csinálunk ott már kaját, akkor vigyünk kaját is. Ezek közül nem hiszem, hogy kell se... Valami, ugye? Nem hiszem, hogy kell. Fémet. Hát ezt az ajtót nem viszem, mert inkább upgrade-elünk, az acélt elviszem, ezt is elviszem, ezt is elviszem, bár ezt legkevésbé kell. A fegyverek közül vigyük izajt. 3 darab jelen van, ezt is le tudom rakni majd ugye a mérekedés céljából. Itten se nagyon kell semmi, craft elemek. Amit fel fogok használni, itt sincs semmi olyan, ugye? Oké, az eladásra biztos, hogy nem. A wood, a stone, nem mondjuk a fákért beszéltük, ugye? Igen, a fegyvernél volt a fákja.
8 fákja, de mit vigyek magam most? Annyira meg vagyok lőve. Akkor vigyünk minden, bazeg. Meg vigyünk sok minden. Na most meg az, hogy megint azon gondolkodok, mi a szar vigyek, aztán... itt vagyok mindent. Olyan a gyógyszer. Ez is mi a szar vigyek el? Jó, hát visszak random dolgokat, aztán... annál kevesebbet kell majd... cipelkednem. Hoppá, ezzel mi van? Nagyon jó. Ebből meg nem volt itt. Ja, mindegy. Várja, az acélt ezt el kell vinnem. Belegondolva. Nem, az egy fém, az marad itt. Azt el kell vinnem, vagy a vasat, mert ugye azzal tudok upgrade-elni ajtót, például meg ilyesmiket. Belőre kell rakni az ajtót és kilátsz rajt. Ennyi volt a hiba. Ennyi volt a hiba. Látod? Mert különben nem látsz ki. Ha belőle rakod, akkor ellátsz mellette. Ez jó, hogy megnéztük. 19.30, tök jó. Még tudnék vinni a motorral cuccokat, de még most egyelőre azok nem kellenek. Úgyis, ha járunk erre, akkor majd elvisszük. Jaj, de jó, nem esik az eső. Mertük, mint az őrültek. Oké, skacok, minden szuper. 19.34, akkor 20 óra 15-re otthon vagyunk. Mehet rendszerint. Hogyha lesz autónk vagy helikopterünk, akkor még jóval gyorsabban tudunk közlekedni esetleg, de bár akkor már annyira nem is fogunk ide járni valószínűleg. Ez tök jó, hogy frameből megépítjük az egész kulcerát, és utána felbréreljük. Ez olyan jó, mert tudod alakítani. Imádom ezt az egészet. Remélem, hogy annyira nincs gond azzal, hogy most építkezek, de én ezért nagyon-nagyon oda vagyok. És megkezdjük az új küldetéseket az új tradernél. És valószínűleg, hogy azok a... ugye ez itt a sivatagban működnek ezek a küldetések, ott meg valószínűleg, hogy a robbantott földön fog lenni, és ott brutál, epic, nehéz küldetések fognak jönni. Mert ugye... zombi medve, meg olyan zombik, amik máshol nincsenek, lőnek alapba, nem csak a rendőr zombi van, hanem van az a mutáns, az a rádióaktív, meg lehet, hogy az rádióaktivitás fog rám fröccsenteni. Úgyhogy lesznek durva dolgok. Mindjárt ott vagyunk, nincsen semmi gond, gyerekek. Gyorsan lehet itt haladni. Ez itt volt az előbb is. Stoppos sávó. Mit akar az gyerek? Szóval itt motorozok végig a izé. A shotgun messiás előtt. Ez nagyon komoly. Ugye az a gyerek, mennyi 14%-a. Ma jó, van üzemanyagot is kell gyűjtenem, mert ezt mindig így elfeledkeztem róla, vagy nem foglalkoztam, mert aztán most meg már kell. Be is gördülünk a motorra, valahol leparkolunk belőle. Lassan már éjszaka lesz, ugye? De majd jó, nincsenek kányák most. Az a hegy se rossz, csak annak a hegynek azért nem tetszik, mert nem tudsz olyan sokat befúrni, mert már mindjárt vége van a másik oldalon. Aztán ez ennyire nem ilyen. Kutya meg fut utánam, Dick. Leakad ez? Leakadt. LOL! Futott utánam a réli farkas. Mondtam, olyan 15-re odaérünk. Egyébként az a durva, elmegyek ennek az útnak az oldalára, figyeljétek, akkor ugye egyből ez a olyan, mint hogyha közé lenne. Ilyen hülye hangok vannak. Elmegyek a bal oldalára, akkor meg már minden szuper. Elmegyek a jobb oldalára. Egyből horrorisztikus dolgok. Bal oldalára, ez egy ilyen tökéletes hely. Na, 15-re oda kell érnünk elvileg. Hol vagyunk? Hú, ezért ez hegy a javából, nem? És még milyen magas, nézd oda föl a francba. Nézzük, megérkezünk. Milyen a megérkezésünk, hazaérkezés? Ó, jó lesz, oda még egy csinálunk egy kis platót így fölfele, hogy... ó, ez nagyon jó, be tudok menni? Ó, gyerekek, megjöttünk ma rá. Ez nagyon jó, oldal. Ja, az ajtót ki kell vernem, és máshova kell raknom. Ide kirakok most olyan dolgokat, amik annyira nem kellenek, jó? A fákja az viszont kellene. A fákja, vagy csak a gondolom, a fákja.
Elpakolok minden lószart. Hadd legyenek ezek. Majd jó lesz ez, oké. Okay. Ha ezt a fákját kiült, vagy ezt az ajtót kiültöm, mert ezt nem jó. És akkor egy door, kell egy door. És belőle, ugye? Hülye kiföl. Nagyon rossz, hogy csináltad, mi? Mert meg fölfákjázunk el mindent már egyből. Aj! Nagyon kellemes lesz. De várjál, hogy belőle így? Ja, akkor az ajtók is belül vannak. Így, igen. De akkor az ablakok is úgy vannak, hogy belül. Na, az. Nagyon mondom, mert így meg olyan... Nem jó. Igen, így van. És akkor belőle a ajtó, az meg... És kifele nyílanak majd. Uff, gyerekek, ez nem egyszerű az élet, mi? Így, na már mindjárt jobb. Na, megoldódott a keleti kérdés, mert így ugye, hogy ide állsz, akkor már tudod ütni, lőni akármi. Jó, de várj, mit csináltál? Ide vertem egyet neki, kész. Na, így már jó. Mindjárt megoldódott. És akkor dobjunk már ide két fákját kívülre, hogy milyen merőek vagyunk, hogy... Oda nézzé, tesó. Hoppa. Ide egy feliratot kell, egy keeper felirat, bazen. De csinálok majd egy platót azért, így egy ilyen 45 fokosat, hogy oda bemenjen még, wow. Egy féltetőt, meg ide egy kis féltető kell, hogy kiállok, akkor mit elszívok egy cigit, elsőn az eső, nem olyan, mint ott szembe. Hallod, nem áll szembe szomszéd, háza jobb legyen, mint az enyém. Majd átnézzük néha hozzá, zombi szembe szomszéd. Imádom, nagyon jó gyerekek, tök jó. Na, első védelmi vonal, második védelmi vonal. És harmadik védelmi vonal mindenképpen lesz, utána meg más védelmi vonalak lesznek. Na ez a jó, amikor itt csinálod meg, hogy vannak védelmi vonalacskáink. Egyébként ezeket a blokkokat azon gondolkodok, hogy itt lehet nehézeiből csinálni. Ilyen félsrégre. Meg ugye, hogy oldalra kilássak, mondjuk hogyha itt kinézek, itt nem látok ki. Meg arra se, mert oda félsrég kellene. Érted? Úgyhogy most pocsász, de tököl a keeper, de ezt a kettőt, ebből nem azt akartam, mit csinálta? Ebből van az a ramp. Hiába ütőben úgyse fogja megtalálni, ugye előtt se találtam meg. De hol a szarba van? Ezt nem lehet kedvencek közé rakni ilyeneket? Így van. És hogyha ilyet raknék... Ide. Meg ide. Akkor ugye kilátnék arra is, oldalra. És tényleg fogunk... Látod már? Így már kilátsz arra is. Meg itt is arra. Az is egy tök jó dolog. Ez már szerintem, ez is egy hasznos dolog. Fölfele nem kell kilátnunk, úgyis az ajtó ablak addig nyílik, de így már is egy sokkal hatékonyabb, sokkal hasznosabb térkihasználás, ugye? Én úgy érzem. Meg ugye ezt beszéltem, hogy ide kellene... ...rampát. Ide elég egy sor. Milyenre gondoltam, hogy... Így. Hogy így jobban zárjon. Szerintem így frankó. Így szerintem frankó. Igaz, hogy ugye ott mögötte már nincs. De mégis van egy ilyen melvéd-szerűség. De jó. Gyerekek, ez esküszöm. Én ezt imádom, ezt a dolgot. Egyébként felgobblestone-ozhatnám, ha már egyszer ezt megcsináltam, meg az ajtókat megcsinálhatnám. Legalább éjszaka azért könnyebben lennék. Kellene nekem... Na, egy-két dolog. Az acél semmiképpen ne csaladjuk magunknál, gyerekek, mert abból csak a baj van.
Mert akkor az elveszik. Gobblestone kellene nekem, meg egyébként kellene csinálni egy csomó Gobblestone. Oké. És akkor felupgrade-elem, hol a kalapácsom? Itt van. És majd rakunk ide belőle is, és rakhatnék is ide belőle is. Az a, annyi szar van, ami, mi az, amit nem használok leginkább? Ezt a puskát, ezt abszolút nem szoktam használni. Rakhatnék ide belőle is ezeket, a fákjákat, hogy lássak valamit. A kalapács. Igen, ide meg, ide kell vas hulladék. Scrap. Ez hol van? Van két, azért azt hittem nincsen, mondom, azt hozzá lesz. Ide meg kell. Ja, kell, kell az ajtó. A vas ajtó. Ide is kell a vas ajtó. Oh. Kell az iron door. Craft. És kell a iron hatch 2. Hú, ezt jó sokáig csinálja, hogy rohadjál meg. Nem baj. Viszont cobblestone-nal meg tudom csinálni a... Akkor ez már nem fog változni szerintem, ez a külső rész. Ez így marad. Úgyhogy akkor álljunk neki. Cobblestone-ig fel-upgrade-eljük. Ugye később majd beton persze, de most egyelőre nincs, akkor marad ez. Egyelőre még ilyen bányának tűnik, bányabejáratnak, de ugye inkább lesz majd egy bunker. Hoppá, szintet is léptem. Na hát akkor ugye pakolok is ezerrel. Erre. Yes. Két pontba kerül megvenni, gyerekek, a következőt. Két pontba kerül, úgyhogy nem, nem olyan leányálom ez az egész. Úgyhogy nem olyan leányálom. Hanem én meg azt hittem, hogy olyan egyszerű lesz, aztán nem. Na csinálok-e lemezből ide egy kis féltetőt? Kis kellemes vas féltetőt. Oké. Ajtó. Ez. Úgy. Úgy. Mi fogyott el? Ja, ide már nem lehet. Jó. Ez se lehet. Ez viszont. Úristen, robbant egy bomba. Ja, ez alá van aknázva, azt mondtátok, hogy itt vannak aknák. Ú, de jó, hallod, ez nagyon... Hallod, ez... Ez a legjobb bázis, amit eddig építettem, és szóval ide is kellene ilyen fél... Ide egyébként még gondolkoztam rajta, hogy itt is megcsináljuk ilyen fél blokkra. Vagy ilyen rampával, érted, hogy itt befordítjuk. Ugye itt lehetne, úgyhogy... Így beforgatva. Aztán így még jobban úgy tűnik, mint hogy ilyen védett lenne. De akkor teljesen ki kell ásni. Nem ásom ki, ez most egyelőre jó. Nem akarok fölöslegesen. De ez baró jó, nekem ez nagyon tetszik. Egyébként lehetne följebb ásni egy kis alagutat, és egy ilyen kis... mi az? Egy ilyen kis erkét is csinálni. De ez nagyon jó. Ez jó, ez valami 7000-es ajtó, vagy hányas. És akkor ugye kinyitod, és akkor kilátsz arra is majd. Lehet, hogy lebontom, de kilátsz arra is. Ez marha jó. Ez tetszik egyébként, ez nem tetszik, hogy az itt van, mert ott fura. Viszont felupgrade-elem még. Itt a közvetlen bejárat környékét. Padló megvan? Bejáratot itt felupgrade-elem, hogy nehogy baj legyen. Oké. Meg még ugye... Így. Egyébként elég nyomasztó, hogy a mennyezet az ilyen közel van. Jó. Na
azért annyira nem nyomasztó. Jaj, nagyon jó. A moci mind van, ide van dobva a moci, tök jó. Nagyon örülök, komolyan, ez nagyon jó lesz így. Fúlos lesz. 21:59, jönnek az zombik, gyerekek. Itt biztos tuti jó zombik vannak, mi? Tök jó. Imádom ezt a helyet. Már most jobban imádom, mint az előzőt. Az marha jó. Ja, oda föl kell csinálnom egy ilyen erkélyt. Egy kijövök, aztán unatkozok a... Tír! Lelövöldözöm a zombikat. Itt a zombi egyébként, te. Elmondom nektek, itt gyűlölnek a zombik. Ez azért tetszik ez a hely. Olyan messze is pontosan lő, mert akkor azt kéne céloznom, mi? Ott is, ott van két zombi. Elmenjük onnan a csávó, várjál. Ez is megúlt! Ja nem, várjál. Baj van. Ez nem volt meg. Nem halt meg. Itt jön. Ott jön a csávó, ott a... Katona! Bazza. Katona zombi. Dick, nagyon jó. Hát innen nagyon jó. Imádom már most ezt a helyet, gyerekek. Baró jó. Baró jó ez a hely. Hoppa. Gyerekek, nagyon adja! Mit csináltál? Beszóltál masszív a mának? Hallod? Mekkora királyhelyünk van itt? Itt kell csinálnom egy ilyen placot, mert nem tudok bejönni, mindig megakad. Hát az. Úgyhogy kell csinálnom egy ilyen kis belép. Kell egy kis belépőt csinálnom. Tényleg, bazza, bajom van rá. Gondok vannak. Azért kemény vagyok, nem? Kiégett földben itt izajelek, trabdarírozok. Ja, ide kell majd. Ah, így jó. Ah, így. Jó, így bejön. Jó. Hát majd itt csak kiásom még jobban egy kicsit. Ja, ilyesek vagyunk, szomjasak vagyunk. Na, ezt be is zárom. Ugye kb. Talán akkor kevesebb fény megy ki, vagy valami, nem vesznek észre. Ja, együnk, ígyunk aztán. Szerintem ennyi volt ez a rész, de baromi jó. Nagyon imádom ez. Sokkal jobban tetszik, mint az előző bázisom. Már most egyébként. Ezért kellene csinálnom egy csomó goblestone, beraknom majd. Van mennyi alap, hogy úristen, mennyi követel, Jézus úristen. Ezt nem tudom besztekelni egyébként. Nem. És hol van a goblestone? Ott van 2000. Ú, gyerekek. Mennyi, vagy izé, a clay. Mennyi goblestone tudok csinálni? Ja, cobblestone. Na. Jó van. Ugye egyhez kell. Akkor fel tudok upgrade-elni 244 darab blokkot majd. Tehát frankó. Viszont itt mégiscsak sötét van, úgyhogy napunk két fákját ide mondjuk. Ezt meg fölveszem, mert itt idegesít. Yeah. Kicsit alacsony. Azzal vagyok bajban, hogy kicsit alacsony. Lehet, hogy jobb lenne volna egy kicsit magasabb. De kicsit nyomasztó. De talán nem lesz gond. Hát ez... Gondolkodok. És hogy legyen. Nem akarom megemelni, hogy megemeljük. Nem nagyon zavaró ez, hogy ilyen alacsony. Egyébként egy kicsit, nem? Fura. Csinálhatnám azt, az egy kis látni van. Én nem látnék ki. Hogy egy kicsit csinálunk ilyen. Várj, ezt már még hadd csináljam meg. Ezt lekopizom.
Jó, mert vissza lehet bontani, nincs semmi gond belőle, csak most már azt már nem lehet például. Térbeli forgatást szeretnék. Nem is tudom, mivel fordítja vissza, shift-tel? Lehetne így, és akkor megemelném még egy szinten. És akkor csak a bejáratnál lenne ez a dolog. Nem bonyolítsuk. Legyen sima kocka. Nem bonyolítom, lesz sima. Ilyen lesz. Nem olyan alacsony ez, bazzer. Ki lehet bírni, nem? Mondtam, tök jó. Vagy az. Picit nyomasztó. Picit nyomasztó nekem ez. Lehetne még egy blokkal magasabb. Nem? Várja, ezt úgyis ki kell koppintanom. Ha csak kicserélem, ha nem. Ez még föld. Ezt még nézzük meg, hogy milyen ez. Hogyha magasabbra húzok egyel. Mi van? Ez már nem föld. Egy sort kicsapok fölöttem, és megnézzük, milyen érzés lesz úgy lenni. Nekem ez kicsit javasztó, ugye se ugrani nem tudok, se semmit. Olyan, mint a karcónál a fejem. Minecraftban se szerettem két blokk magas épületeket. Olyan, mint a karcónál a fejed a mennyezetet. Vágod, mire gondolok szerintem. Borzalmasan idegesítő nekem. Szélességre nem kellene nagyobb, de akkor 3x3 blokkos lenne az épület belső. Van itt a folyosó belső. Szomjasak vagyunk. Te fiú, hát minden bajod van már. Ugye ezt a bálok ide, ezt megnézzük így. Na. Ó, hát ez sokkal jobb, nem? Ez mennyivel jobb így? Ez még nincs fel upgrade, de még jó, hogy kiszedtem a... Mennyivel jobb így? Van egy tér, nem? Szerintem jóval jobb. Valamire gondolok megint. Lehet, hogy nem kéne elcseszni a cobblestone-t. De hosszú lesz az rész, gyerekek. Bocsánatot kérek előre is, aki utálja az ilyen építkezéseket, de most nagyon benne vagyok. De mégiscsak úgy kellene akkor rampa. Várja, alakítsuk ki, hogy menne tovább akkor ez az épület. Ez nagyon hosszú rész, mi? Na, biztos utáljátok. Ne haragudjatok érte egyébként, de valami nagyon rá vagyok függve. És akkor lenne ez ide, és akkor lenne, ugye akkor megint kell a ramp. Mindegy, hamar megtalálom, mert itt van. Okay. Nem tudom átszínezni, ugye? Nem lehet. Jó. Okay. Ez kell nekem ramp. Térben mozgatjuk a rámpát. Örület ez egyébként. Jó, itt többet nem kell ám már most, csak ez az egy lőr. Így lenne. Mondó vagyok, hogy ez így lenne. Nem csúnya? Szerintetek? Nem csúnya? És a következő sort még megcsinálom. Figyeljetek, olyanra akarom megcsinálni, hogy hibátlan legyen. Mert akkor érzed jól magad benne. És ott még mindig föld van. Ott
Már nem. Még egy sort megcsinálok. Ezt megnézzük, hogy fog kinézni. Aki eljeg. Patronna bazza. Jó, tudom, hogy meg is üthetném. Az, ez bírja a gyűlölést. Hallod? Három, négy darab nyilvessző eddig. Azért ez egy kicsit keményebb környék, nem? Mikor ütötték az ajtómat ott a másik helyen? Főleg katona zombik. Hallod? Ez egy oltár jó hely. Ez egy oltár jó hely, sok a zombi, hallod? Nem vagyok mazoista. Tök jó. Sok a zombi. Szétcsaptak mind a szart, de nagyon élvezett. Komolyan mondom, Keeper is egy állatám. Komolyan mondom. Ez... Jó, hogy többet nem kellene ilyen fél blokkot. Hanem ugye most már jöhetne. Sima kocka. És mit csináltam? Jaj. Így. És ugye még egy magasság. Baza, ide aztán kell legyek, hallod? Ide aztán kell legyek. Jó, de kezdést meg kell, kit kell találnom. Blokk. Ó, bazza, kiraktam egyet a... Na jaj. Megjött öreganyánk. Meg is öltem egy lövéssel. Tök jó! Itt elentelgeted a zombikat, mindig jön egy. Na! Azért ez jobb, nem? Itt mit tudok egyet ugrani, akármi, belakadok valamibe. Ez így jobb. Ez jobban tetszik. Csak ugye akkor itt ennél a falnál is itt le kell húzni, és itt fel kell húzni, egy kis üregek lesznek. Jó lesz ez. Meg kellene néznem kívülről, mi történt itt. Már kiástam közben. Ja, mert ugye olyan magas. Jó, hát itt ezt ki kell cserélni teljesen, hogy fel kell húzni kb. Ilyen szintig ezt a rampát. Nincs ezzel semmi gond egyébként, tök jó lesz. Okay. Na, ez így mindjárt jobb, ugye? Így élvezetesen, brutálisan nézünk ki. Ja, többet kell vele dolgozni. De ugye a következő falnál akkor tényleg azt kell csinálni, hogy... Bazza, elbúcsúzok gyerekek, ne haragudjatok! Rohadt hosszú lett a rész, folytatni fogom tovább, imádom ezt, imádom! Sziasztok!